A zalaegerszegi vereséget követően a Kisvárda mindenképpen javítani szeretett volna, így az első hazai tavaszi meccsén az első percektől irányította a játékot a házigazda. A 25. percben Protis lőhetett volna gólt, azonban a kapu fölé bombázott. A 32. percben Lukasz lövése kis hián eltölte a lécet, a kipattanó Gosztonyi lesörlődte a kapuba, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot. A 41. percben megszerezte a vezetést a Siófok, Petneházi lövése vágódott a bal felső sarokba. A második félidőben hajtott az egyenlítésért a Várda, de a meddő fölényt nem tudta góra váltani, sőt egy kapuskirúgás követően Nagy Dániel megduplázta a siófoki előnyt. Több gól már nem született, így a Kisvárda második tavaszi bajnokéje után is vesztesen hagyta a pályát. Egy nagyon kellemetlen ellenféllel találkoztunk, ezt tudtuk igazából, mert láttuk a videófelvételeket róluk. Ezt be is igazolták, annak ellenére az első fél időben azért rengetegszer az ellenfél kapuja előtt voltunk, sokszor nem jó megoldást választottunk, azért kialakítottunk két hatalmas helyzetet, ami a Radosnak volt balkötőbe, vagy a Horváth Zolinak egy méterről nem sikerült befejelni a labdát, de voltak olyan szituációk, amikor nem jó megoldást választottunk, és akkor egy középpályás labda vesztésből az ellenfél tudott egy gólt szerezni. Hozzá kell tenni, egy nagyon szép gól volt, de hát ezt tudtuk, a Petneháziról jó rúgó technikája van. Kértük is a játékosokat, hogy lépjenek ki, ne hagyják lőni. Nem pont egy pillanat volt, és ezt nagyon jól előtte. Sajnos azt éreztem a labdavesztésnél, hogy ebből baj lehet. Minden megkaptuk a gólt, nyilván másik fél időben is mindent egy lapra föltéve támadtunk, és próbáltunk kialakítani a helyzeteket, ekkor a másik fél időben azt hiszem meddő mezőnyfölényünk volt, de a támadásban is meddők voltunk az ellenfél kapuja előtt. A vendégek edzője nagyon örült a győzelemnek, főleg annak tükrében, hogy elmondása szerint az első fél időben a Kisvárda lefutballozta csapatát. Nagyon boldog vagyok, voltak nehézségeink a héten, haláleset is történt, illetve betegségek, sérülések hátrát adtak, de végig bíztam abban, hogy a csapat a igazi arcát fogja mutatni a mai napon. Ez megmondom őszintén, az első fél időben nem sikerült, nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk, és az első fél időt el is veszítettük nagyon-nagyon keményen. Szakmailag én úgy ítélem meg, hogy lefutballozott bennünket a Kisvárda. Ott azt a mérkőzésnek azt a részét, azt megúsztuk. A fél időben ott egy-két ember megkapta magáét, és azt is kértem tőlük, hogy ha lehet, akkor pár harc erősebben futballozzunk. Váltottunk is egy picit taktikailag szerkezeten belül, ezáltal egy kicsit stabilabbak lettünk, sőt, szerintem a második fél időben stabilak voltunk, ha az elsőben nem, akkor a másodikban mindenképpen. A kontráink ültek, hála az égnek, ebből sikerült gólt is szereznünk. Ez nekünk egy nagyon nagy skalp, és a mi helyzetünkben minden pontra szükség van. A forduló további eredményei a következők: MTK Szolnok 2-0, Soroksár Nyíregyháza Spartakusz 0-0, Kazincz Balcika Budaörs 1-4, Grosics Akadémia Budafok 0-2, Sopron Vác 1-2, Moson Magyaróvár Békés Csaba 0-1, Dorog Gyirmód 1-3, György Szegléd 3-0, és Zalaegerszeg Csákvár 0-2. A tabella élén az 58 pontos MTK áll, megelőzve a 47 pontos Kisvárdát és a 40 pontos Békés Csabát. A Kisvárda a következő fordulóban Csákváron lép pályára.